A tavaly év gazdálkodásának áttekintése volt a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésének egyik napirendi pontja. A lehetőségeket jó használták, a tervezett programokat teljesítették. Erről dönthettek jó lelkiismerettel a képviselők. Igyekeztünk minél több programban részt venni, közös együttgondolkodás révén és támogatás révén is. Itt gondolok arra, hogy az ötvös gimnázium diákjai el tudtak utazni Ausztriába. Különböző előadásokat tudtunk támogatni, a múzeummal való együttműködésünk is kiemelkedő, és azokat a kulturális programokat, amelyek Tatán a német kultúra bemutatására szolgáltak, azokat mindig megpróbáltuk eljutatni a célközönséghez is. Készülünk arra, hogy az ifjúság számára további támogatást tudjunk nyújtani, minél jobban be tudjuk vonni őket a nemzetiségi kultúra megismerésébe. Nagy öröm számunkra, hogy a feladat alapú támogatás is megérkezett. Az idei esztendőben közel 1,5 millió forintot ítélt meg a kormány a tavalyi évi tevékenységünk alapján, ami kimagaslónak számít a Komárom-Esztergom megyében. Ez az összeg körülbelül 1,5 millióval több, mint amennyi tavaly sikerült ugyanebből a feladat alapú támogatásból elérnünk. És ez most feljogosít némileg nagyobb ívű tervek kidolgozására is. Elsősorban már régóta szerettünk volna egy olyan tánccsoportot létrehozni, vagy valamilyen nemzetiségi együttest, amely a város keretein belül működik, és amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával hívunk életre. Úgy gondolom, hogy ebből a keretből most talán futja arra, hogy ki tudjunk fizetni tánctanárt, aki foglalkozna mindenképpen kisgyerekekkel, mert úgy gondoljuk, hogy ott kellene elkezdeni, hogy aztán később, amikor már felnőnek, akkor már legyen egyfajta alapunk arra, hogy számolhassunk avval, hogy esetleg nagyobb tömegeket is meg tudunk ebben mozgatni. A másik tervünk már régóta volt, hogy ismét rendezzünk Tatán egy svábbát, ami körülbelül 6 évvel ezelőtt már egy volt, megyei svábbál. Megpróbálkozunk az őszi időszakra egy újabb svábbál megszervezésével.